Állj, te még nem hallottál a vadonatúj XP és XP Junior mintás termékekről? Hát pedig most jelentek meg nemrég, srácok. Igen, rengeteg vadonatúj mintás bögre, párna, pulcs és még egy csomó más termék vár téged a webshopomon. XP Junior, le tudnál jönni egy pillanatra? Kérlek, beszélni szeretnék veled. Jó, úristen, vigyázz a lábacskád, na figyelj fiacskám, mondom, mi lesz itten. Én és Kormi elmegyünk egy hétre nyaralni, és ezért te vagy a ház ura. Jó? Oké? Na, de figyelj, elmondom, mit nem szabad csinálni. Minden hétre raktam ide neked kaját, valamelyik nap csak műzlit fogsz enni, mert hát ez jutott, sajnálom. És ami fontosabb, nem használtad a gáztűzhelyet, mert különben felgyújtod a házat. Tévézni napi 2 órát lehet maximum, és nincs pizza rendelés, jó? Mi az Isten? Te jó ég! Jó, oké, szóval... Jó, hát akkor csak 4 napi kaja van XP Junior, sajnálom, mert a minden izé van. Ami viszont fontosabb, hogy könyvet nem ehetsz, jó? Ez fontos nagyon. Mi XP Junior, figyelj, állj meg! Mert lassan 6 éves vagy, és konkrétan ki kéne nőnöd ebből a könyvevésből, mert felnőtt vagy lassan. Na jó van, elegem van, betelt a pohár XP Junior, tudom, hogy a könyv a legjobb dolog, amit szerez, de most már vége van. És hogyha nem tudok elvenni, hogy ne egyél könyvet, akkor elintézem, hogy ne tudjon a könyvet edni. Nincs több könyv, elegem van. Kérlek, most ebből teljes mértékben elegem van. Nincs több könyv, XP Junior. Felnőtt ember vagy, viselkedj olyan módra, mint egy felnőtt ember. Így, tessék. Jaj, van, sírjál csak akarsz, vegyünk nyaralni, jó? Egyél normális kaját, te rustadög. Kori, te mit csinálsz? Időjünk már nyaralni, komolyan mondom. Jaj, komolyan mondom, felhúztam magam. Na akkor gyere Kormi, szállj be a kocsiba, jó? Érdekes lesz itt kihajtani, de... Jó, nyaralás! Nyaralás! Jó van, oké, mondjuk egy... Oké, jó van. Úgyse Kormi, alig várom, hogy odaérünk, már nagyon rég nyaraltuk közösen amúgy, már jön fél egy kicsit. Gyere Kormi, irány nyaralni! Mondjuk elég furcsa ez a kocsi, felfújtod az összes kereket? Nem fújtam fel! Kormi? Hol vagyok? Hát nem tudom, az utolsó emlékem, hogy összeütközünk azzal a motoros palival. Igen, mentünk volna nyaralni. Lehet, hogy megérkeztünk, de ez a tó, amit béreltél, amit ez a tavi ház az. Nem, lehet. Lehet, akkor nézzük meg, hát itt mondjuk elég furcsa, hogy itt minden ilyen fehér felhőanyagból van, de mindegy. Jó puha, amúgy mi ez a ruha rajtad? Elég furcsa. Micsoda, miért? Mi ez a hely? Jó, mindegy. Ott egy turista, kérdezzük meg hát, ő tudja. Elnézést, turista uram, meg tudja mondani, hogy merre van a Balaton, mert oda jöttünk gyaralni, csak ezt eltévedtünk. Üdvözlök titeket, ez itt a Mennyország. Mi? Mi a Mennyország? Mi történt? Mi gyaralni jöttünk, nem a Mennyországba. Nem emlékszetek semmire, akkor nem semmi történt. Útközben, amikor mentetek, egy baleset ért titeket, szóval most itt vagytok. Meghaltunk! Igen, de ne pánikoljatok. Úgyis most döntöm el a sorsotokat. Hát jó volt, akkor gondolom mindketten a Mennyországba kerülünk, mert jó macska volt, meg jó ember. Szóval, Kormi azt mondja, hogy... Igen, te itt maradsz a Mennyország. Ez az! Adj egy pacsit, tesó! Na, én majd 5 milliószor megmentettem a világot, szóval én is gondolom maradok, akkor melyik lesz a mi házunk? Szóval, XP, neked egy rossz hír van, úgyis te nem maradsz itt. Mi? Miért? Hát én voltam a legjobb ember a világon, hányszor megmentettem a földet, uram? Hát, hogy megmentetted, de most, amikor mielőtt elindultatok, mit is csináltál a saját gyerekeddel? Meggyújtottam a saját könyvtárunkat. Igen, amit a legjobban szeret a világon, a könyveket, az felgyújtod és elvetett tőle a boldogságot. Mi? És ezért most a pokolra fogok jutni? Igen, szóval, viszlát. Mi? Úristen, hol vagyok? Hol vagyok, úristen? Úristen, te mi vagy? Úristen, te rólam vagy? Segítség! XP! Szia! Én egy démon vagyok. Üdvözöllek téged az alvilágban. Szevasz! És most mi lesz? Meghalok? Hát nem, dehogyis, elviszlek a nagy úrhoz téged. Jó, menjünk, akkor... Gyere, nem arra megyünk. Jó, oké, akkor... Erre, gyere! Kövess engem,
Én vagyok Démi, a démon. És milyen az élet ide lent? Ugyanilyen, mint a Mennyországban? És ők elég érzi szörnyek vannak. Okay. Nem, ezek nagyon kedvesek. Akkor miért támadnak meg? Ez a szeretetük jelent. Nincs oda, dehogy is, úristen! Nem akarok itt lenni, segíts, Démi! Segítek! Jó, oké. Okay. Na, merre van az uralkodó? Inkább azt mondtam, hogy beszélni akarok vele. Gyere, rossz irányba jöttünk, mert megijedtél, kis betoi vagy. De ne féljük a barátaim! Szia, János! Ide, segítség! János, nem szabad! János! János! Rossz János! Rossz! Oké, úristen, jól van, na mehetünk már végre! Persze! Jól van. Menjünk, gyere Démi, vagy mi vagy te! Oké, Istenem. Komolyan, ez olyan ijesztő, én nem akarok itt lenni többet! Aj, az ott mi? Ott lesz a nagy úr! Jól van, oké, ott lesz ez a démon, vagy a sátán, meg minden. Szevasz, bizú is! Üdvözölök az önök szenvedés, Balandó! Szavaz, figyelj már, a helyzet az, hogy egy hatalmas félreértés történt. Én csak felgyújtottam egy könyvtárat, de a világot több pillanatban megmentette meg minden, szóval... Félreértés? Igen, de... Egyáltalán kiadott neked szót, hogy te megszólalj! Ne üssön! Jó, oké, akkor mit kell csinálnom, hogy kiüssök innen? Innen nem jutsz ki soha! Mit fogsz csinálni? Mit? Nem akarok égni! Jó! Úristen, ez olyan rossz, remélem Kormi jobban járt az Mennyországgal! Remélem XP-nek jó dolga van az alvilágban. Emlékszem, mint az Isten azt mondta volna, hogy valami kicsitet meg kell tanítanom horkászni, mert állítólag ő most került ide. De itt lehet vajon? Halló? Halló, ki az? Szia, kicsita! Én Kormi vagyok. Nem. Képzeld el, hogy Isten azzal bízott meg engem, hogy megtanítsak téged horgászni. Horgászni? Igen. De nem tudod, mi az, hogy horgászni? Nem nagyon. Na, akkor gyere velem és megtanítom neked, hogy milyen az. Gyere. Kell majd csinálnom. Hát, ki kell fognod halacskákat, mert mi azt szeretjük. Igen, halakat. Igen. Na. Jó, mit kell csinálnom? Tessék, adok egy horgászbotot neked. Aha, oké. És be kell dobni. A horgászbotot? Igen. Úgy? De nem úgy! Aj! Nem hiszem! Na mit csinálsz? Miért tudom ez a vízben? Hát így, nézd! A picsába! Bocsánat, ilyet nem szabad mondani. Nem, ilyet nem szabad mondani. Nem! Kicsita, ne! Picsába! Nem szabad mondani! Picsába! Ne beszélj így, mert Isten kitért minket! Ne mondj! Elég, állj meg! Kormi! Igen, Isten. Mit csináltál? Hát, csak megpróbáltam megtanítani a kicsitának, hogy hogy kell horgászni. Aha, én nem ezt láttam, és nem ezt hallottam. Hát de véletlen volt, nem tettük róla. Te is csúnyán beszéltél, ezért te is XP után mész. Számlát! Egész életemben itt rohadok majd. És olyan dögmeleg van, úristen, na jól van, bányászunk, mert remélem, hogy Jézus nem fog tönkretenni engem. Mi ez? Hello, te mi vagy? Úristen, az a szellem? Oké, jó, hát akkor ezek szerint repülőfejek is vannak itt. Jól van, hallá, bányászunk tovább. Hát Kormit hallom, Kormi, a Mennyországból szólsz hozzám! Kormi! Mi, te mit keresel itt? Te nem a Mennyországból maradtál? De, ott voltam, de véletlenül egy kicsitának megtanítottam azt, hogy a picsába, és ezért Isten leküldött ide. Mi? Akkor se te is a pokolba vagy? Hát jó, igen. De nem szabad beszélgetünk, mert jön... Úristen, jó, vigyázz, nyugi, a spanom, ő itt Dave, szavaz Dave, mizu. Jó, látod, dolgozzál, maradj csendben és dolgozz, mert itt a meghalsz, meg szenvedned kell, hogyha nem dolgozol. Okay, szóval bányásszál, jó? Kormi, viszont figyelj, valahogy meg kéne szöknünk, valahogy mindent megoldottunk. Jaj. Oké, oldjuk meg ezt is. Jó van, figyelj, mondom, mit kéne csinálnunk. Meg kéne ölnünk a démon királyt valahogy. Akkor lehet, hogy visszakönnünk. Nem tudom, ötletem sincsen, mondjuk ebben a sok blokkból építetnénk egy TNT ágyút, az biztos működne. Mit szólsz? Oké, csak elterelem Dave figyelmét, várjál. Oké. David, nem dolgozok, hallod? Én nem dolgozok. Jön a király, várjál, inkább dolgozni, inkább dolgozni.
Nem dolgozom. Nem, azt akartam mondani, hogy nem... Nem borzok, nem borzok. Nem verlek át, uram. Nem verünk át, dolgozunk. Nézzétek, milyen bányát csinálunk. Ez mi? Ez mi? Mit csinálsz? Ne segítség, Kormi! Kormi, ne! Ne, elvett a csákányomat is! Ne segítség! Engedj ki! Te be sem vagy zárva, mire beszélsz? Engem zárd be! Mindent hallok. Mi? Ne! Segítség! Segítség! XP-vel engedd el! Nem fogom elengedni. Segítség! Kormi! Ne! És... Jó szenvedést! Ó, úristen! El is teleportál! Jó van, Kormi, ezt neked kell megoldanod, oké? Jó. Hogy etül? Igen, csinálj valamit gyorsan, és segítség, szabadíts ki! Oké! Sziasztok! Na gyerünk akkor, gyorsan építek egy űrhajót, és majd azzal megmentem XP-t. Szétbombázok ezt a helyet, és megyünk haza végre. Kész is lett az űrhajó, majd ezzel megmentem XP-t, gyerünk. Felmászom, inni, így, beszállom, fantasztikus, és nézzük, hogy kéne ezzel felszállni, így. Gyerünk, XP meg foglak menteni, csak válj! Démon király, gyere ide! Hát mondjad, mi az ott? Itt vagyok, hogy megöljelek téged! Sok szerencsét hozzá haladtul, nem fog sikerülni. Dehogy nem fog sikerülni, mi az, hogy nem fog sikerülni? Szenvedni akarsz? A legrosszabb helyre akarsz kerülni. Nem, ne fogsz szenvedni! Gyere ide! Ne menek el! Egy gyáva dög! Gyere vissza! Ne! Ez meghalsz! Itt fogsz elpusztulni a papában! Mi drága dehogat? Mik ezek a hangok? Ki engedsz végre? Mi történik? Kormi, segíts! Kormi, merre vagy? Vagy te! Vagy ő! Mi, hol van Kormi? Mit tettél vele? Hogy meg a lövő? Hagyom, kicsit! Ne engem lőj! Mit tettél? Gyere vissza! Úr, mi történik? Ki kell jutott valahogyan? Nem félek is ahogyan itten! Szabadíts ki, Kormi! Szabadíts ki! Mit akar? Mi történik? Ott van mögötted, vigyázz mögötted! Hol? Fent van! Mi történik? Egyszer elintézem őt. Jó van, ne aggódj, Kormi, mindjárt kijutok! Gyerünk, rágjuk! Úristen, milyen lövöldözések mennek itt! Gyerünk, Kormi, siess! Jó van, gyerünk! Úristen, ne! Gyerünk, üssük! Gyorsan, vigyázzatok! Gyerünk, Kormi, ne! Mit teszel? Ez az, vigyázzatok lesz! Ez az! Segítség! Gyerünk, segítek! Gyerünk! Nem halok meg! Öljük meg, Kormi! Gyerünk! Gyerünk! Jó van, gyorsan, menjünk! Ott van, repül fönt! Gyerünk! Ne vigyázz, Kormi! Oké, ez az! Úristen, de izgulok! Hol van? Hol tűnt? Úristen! Honnan is lőnek? Jó, egyetetem, becsalogatom ide, itt nem tudsz semmit sem vagy idézni! Oké. Nem fogsz elmenekülni. De. Zsák utcába vagyok, segíts! Zsák utcába kerültem! Lőjed! Nem fogsz csinálni! Akkor... Nem működik! Mindenki! Micsoda? Hallé! De mit csinálsz? Ne! Most Kormi! Most kell! Rá fog folyni a láva! Ez az! Meghal már! Igen? Vigyázz! Menekülj! Megöltük! Igen! Jó, ez gyorsan üssük ki, mert ezek rossz! Úristen, nem nezzel, megöltük végre! Jól van, oké, menjünk haza! Bocsánatot kell kérnem XP Junior-tól! Mert rossz voltam! Igen, és többet nem kerülünk a pokolba, XP! Istenem, áll az égnek! Úristen, itt van a romos kocsink is! De jó, megöltük az izét, a démont is, de jók vagyunk, srácok! Jó, menjünk haza, és kérjük bocsánatot XP Junior-tól! Haj, gyerekor, mi végre itthon vagyunk, hála az égnek! Úristen, itt meg mi történt? XP Junior! Mi történt itt a házban? Bulit rendeztem. Milyen bulit? És miért van mindenhol kaka, meg pókáló, meg minden? Kihívás volt. Megint kihívás jelent? Nem hiszem, hogy ebben elegem van. Mindegy, figyelj XP Junior, a lényeg az, hogy bocsánat, hogy amiért felgyújtottam a könyvtárat, jó? Ja, nem, de igazából, figyelj, szerveztem is valamit, ugye itt a...
dolgozó szobát, a YouTube, meg ilyenek, tudod? Igen, igen, na, mit akarsz itt? XP-sor, ne, mit csinálsz, komolyan mondtam! Miért teszed ezt? Oké, azt mondom, hogy ezt megérdemeltem. Istenem. Mindegy, srácok, remélem tetszett ez a videó, akkor csapassak a lájkot, iratkozzatok fel, és csengőt sem felejtsétek elnyomni. Ne felejtsétek el, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, illetve ne felejtsétek el, hogy vannak XP-intás termékek, link a leírásban, az a következő videóban találkozunk, én XP voltam. Sziasztok.